Az első hét forduló eredményei alapján akár kiesési rangadónak is lehetett nevezni a Békéscsaba Diósgyőr összecsapást, hiszen a hazaiak mindössze 3 pontot gyűjtöttek eddig és az utolsó helyen álltak, míg a diósgyőriek a 9. helyről várták az összecsapást. A 3. percben Borbé szabadrugás érkezik a kapu elé, Rados üti ki a labdát. Aztán még a békéscsabaiak próbálnak helyzetet kialakítani, nem lett ebből semmi. A 4. percben Grumics érkezik a beadásra, 7 méterrel azonban mellé pörget, ez volt az első diósgyőri próbálkozás. A 14. percben újra a békéscsaba lehetőségét láthatjuk. Borbé lövi a labdát, azonban a lövése elkerüli a kaput, Zorán Spisiak megtapsolja azért a kísérletet, nem volt ez rossz próbálkozás. Aztán a 18. percben Birtalan érkezik, és vezet a békéscsaba. Birtalan Botonda gólszerző teljesen üresen érkezett a fiatal békéscsabai támadó. Abszolút nem zavarta senki a gólszerzésben, Rados pedig hiába nyújtózkodott, nem érhetett oda a sarokba tartó fejesre. Itt láthatjuk még egyszer, Birtalan teljesen üresen érkezik. Ez volt a békéscsabai támadó második NB1-es gólja. Érdekesség, hogy az elsőt még a 2006-2007-es szezonban a Sopron játékosaként szerezte. Lendületben marad a békéscsaba, 32. percben Lackó kapja a labdát. Ezt még blokkolják, azonban Lackó nem adja fel, Birtalan elé kerül. Ez sem volt rossz kísérlet. Már is megduplázhatta volna saját góljainak számát Birtalan Botond. A lövése azonban épp hogy elkerülte a kaput. Továbbra is a békéscsaba támad, Calvente lövi rá. Rados védett bravúrral. Majd életezik a Diósgyőr, Novotny érkezik középen. Nem sikerült azonban beleérni a német beadásába. Ismét a diósgyőriek próbálkoznak. Grumics lő, aj de nagy védés! Ilizi ütött bele reflexből. Nagyon kellett, hogy a csabai kapus belekapjon. Befért volna ez a léc alá. Lackó kapja a labdát a bal oldalon. Borbé érkezik! Ismét egy óriási békéscsabai lehetőség. Borbé Bálint 7 méterre fejelhetett a kaputól. Teljesen üresen a békéscsabai játékos, azonban így sem sikerült a kapuba találnia. Aztán ez már a második félidő. Spitzmüller előtt a labda visszakerül hozzá. Egerszegi rúgja fel, és 11-es. Nem habozott sokáig a játékvezető, Egerszegi hiába értetlenkedik. Láthatjuk közelről. Spitzmüller itt húzza el a labdát, Egerszegi pedig egyszerűen kirúgja a lábát. Birtalan lövi a büntetőt, Rados azonban kivédi. Óriási békéscsabai helyzet maradt ki már megint. Hiába rúgja aránylag a sarok felé Birtalan a labdát, Rados leér, és nincs meg az újabb hazai találat. Hogy Fábio adja középre a labdát, Vicián érkezik, ezt is kivédi Rados. Aztán pedig már nincs nehéz dolga Bényei ismétlésénél. Vicián emelkedik a legmagasabbra, Rados reflexből üt bele. Ez pedig már az ismétlés. Majd Spitzmüller lép ki zicserben, belekap Rados, ott a helyzet. Azonban hiába talál a kapuba Szilágyi. A játékvezető les miatt nem adja meg a találatot. Spitzmüller óriási zicserben, Szilágyi pedig valóban lesen volt. Maradt tehát az 1-0. Majd Grumics pörget a labdába, nem okozott nagy nehézséget Ilizinek. Próbálkozik a diósgyőr itt a meccs vége felé, Bognár a labdával, egy Takács elé kerül, a rövidet célozza meg, Ilizi odaér. Nem volt ez rossz kísérlet, Bacsa cselezget a bal oldalon, ez már a 77. perc, Bacsa még mindig, visszagurítja Bognárnak, visszakerül Bacsa elé, Bacsa még, jó cselek! Azonban elkerüli a kaput a labda. Szöblettel folytatódhat majd a játék, hiszen a békéscsabai védők blokkoltak. Teljesen üresen maradt Bacsa, aztán próbált az zicserbe verekedni magát. Volt azonban nem sikerült szereznie. Majd egy diósgyőri szöglet, és egy fejes. Elkerüli a kaput. Takács ugrott a legmagasabbra. Ám nem sikerült gólt szereznie ezúttal sem. Ez már a 84. perc. Bényei tekeri középre. Ismét nem született gól, Szalai fejelhette volna be a labdát a kapuba. Nem sikerült neki 8 méterről, a diósgyőrieknek viszont igen. A 87. percben Okuka csúsztat a kapuba. Egyenlítenek a vendégek. Dražen Okuka minden NB1-es szezonjában úgy néz ki, lő egy gólt.
Tavaly 28 mérkőzésre volt ehhez szüksége, idén a 6. mérkőzésén már megszületett ez a találat. Borzasztó fontos gólt szerzett most, a 88. percben egyenlített a Diósgyőr. Bekő Balázs is örülhetett. A James szerez labdát, indítja Bodnárt a jobb oldalon, ez már a rádás utolsó perce. Bodnár viszi a 16-oson belülre, Illizi lábbal. Ez volt a mérkőzés utolsó, valamire való jelenete. A végeredmény 1-1, ezzel egyik csapat sem lehet teljesen elégedett. És még a mérkőzés végére maradt egy kiállítás is egyébként. Bacsa Patrik addig-addig szövegelt, míg kiállította magát, és így nem játszott a Puskás Akadémia ellen.